Sziasztok, Andris vagyok, és folytatjuk ott, ahol utoljára még nem voltunk. Mégpedig az Amerikai Egyesült Államoknál. Igazából, ez most az egész úgy jött, hogy szerettem volna befejezni az olasz hadjáratomat, az olaszokkal pontosabban, de valamelyik nap, vagy héten, valamikor játszottam az egyik haverommal egy multiplayer meccset, amikor kóban irányítottuk Amerikát, és megteremtettük a vörös hajnalt, szóval egy kommunista Amerikát teremtettünk, és egyszerűen annyira fun volt úgy játszani Amerikával, hogy kommunista vagy, hogy gondoltam, ebből csinálni kell egy sorozatot. Eddig is terveztem, csak eddig még nem jutottam el tervezési fázisig, de most, hogy belekóstoltam kicsit az ízébe a dolognak, és eldöntetett, hogy ezt nektek is meg kell mutassam, úgyhogy szerintem vágjunk is neki. Szóval, amúgy aki valaki nem vágja, hogy mi ez a játék, vagy nem érti, hogy mit csinálok éppenséggel, én itt már nem fogok annyira magyarázni, hogy mi, micsoda, meg mit tudom én, mi, csak úgy felületesen, ha pedig valaki szeretne, hogy elmagyarázzam a játékot, van egy tutorial videósorozatom is a csatornámon, ott minden részletesen el van magyarázva, nagyon-nagyon segítőkészen. Na, viszont nézzük, hogy mi mit fogunk csinálni. Egyrészt nekiállunk kutatni. Természetesen alapnak azt fogjuk csinálni, hogy felfejlesztjük egy picit a gazdaságunkat, illetve elkezdjük felfejleszteni mind az építési sebességünket, mind a gyártási sebességünket, a kutatási sebességünket, és utolsó slotnak pedig berakunk valamilyen fegyverfejlesztést, hogy azért a hadseregünk sem maradni, ne. Amerikáról azt az egyet kell tudni, hogy egyedül ő egy olyan speciális változattal indul gazdaság terén, ez a Undisturbed Isolation, szóval ez a zavartalan izoláció magyarul, szóval, hogy ő gyakorlatilag egy fakal, senkivel nem törődik. Minusz rengeteg gyártás, építkezés, csatlakozás máshova, hogy küldhessünk embereket, mindenre minusz, mert ugye az első világháború után úgy döntöttünk, hogy mi leszarjuk a világot, és ezt mi be is szeretnénk tartani. Persze ezt később lehet fejleszteni, hogy szépen fokozatosan visszatérünk, és felébred a nagy amerikai medve. Na, szóval folytassuk, hogy vannak szabad civil gyáraink, amiből ugye tudunk építkezni, és amondó vagyok, hogy látjátok, hogy a legtöbb gyárunk, a 130-ból 98 gyárunk elmegy arra, hogy civil gyártásra, ami azt jelenti, hogy abból mi nem kapunk túrót se, de egy kezdésnek mondjuk így felépítek egy jó pár civil gyára, mert mi a francért ne, hogy sok-sok civil gyárat nekem, mert Amerika vagyunk. Mondjuk ezt az egész északi részi beépítjük civil gyárakkal. Így. És majd az déli rész meg katonai lesz. Északi és dél. Haha! Szóval most már nincs több szabad civil gyárunk, azok szépen lassan majd megépítődnek. Helyette elkezdünk fegyvereket gyártani, illetve hajókat. Fegyverek terén valamilyen mínuszban vagyunk. Meg ezzel is. Support equipment-tel. Úgyhogy elkezdünk support equipmentet gyártani, és fegyvereket, illetve a hajógyártás is egy picit így feltoljuk. Ugye ez magától építi, úgyhogy teljesen lényegtelen. És kiválasztjuk az első national fókuszunkat. Mondom, most az a jó, hogy egy kicsit játszottam velük, úgyhogy már tudom, hogy mi mit csinál. Ugye ezek ezekkel tudunk, főleg a dél-amerikai országokkal barátkozni, illetve megakadályozni azt, hogy csatlakozzak mindenféle szövetségekhez. Ezzel a hajókat fejlesztjük, ezzel a repülőket fejlesztjük. Ez az egész itt mind Amerikánál ilyen különböző politikai ágok. Annak függvényében, hogy mi, kivel és kit akarunk megtámadni. Ezről majd egy kicsit később. Ezek meg ilyen általánosságba vett politikai cselekvések. De ezek inkább
ilyen válaszlépések a világégés folyamán. Szóval, hogyha amikor elkezdődik a világégés, és az emberek elkezdenek rossz dolgokat csinálni a világba, erre mi válaszul tudunk segíteni itt-ott-amott, illetve elkezdhetjük felpörgetni a gazdaságunkat. De mi ezzel fogjuk kezdeni, ezzel a WA-val, ami gyakorlatilag egy ilyen munkaerő hiány politikai lépés volt az Amerikai Egyesült Államok részéről. Ezért mi kapunk 150 political power-t, politikai pontot. Következő dolog, low manpower. Látjátok, ahhoz képest, hogy mekkora low országunk van, 80 ezer emberünk van csak tartalékosnak, mivel ezek a mindenféle durva mínuszok miatt nem kapunk semmit szinte, úgyhogy ezzel megnyugszunk. Illetve valamennyi mínuszban vagyunk, méghozzá egy gumi mínuszban vagyunk, azzal még úgy vagyok, hogy leszarom. Ezt majd később felfejlesztük. És szerintem elsindíthatjuk a játékot, mondjuk egy 4-es sebességgel, vagy akár 5-ösön is. Mert az a lényeg, hogy itt nem fog történni nagyon sokáig semmi. Viszont amit mindenféleképpen szeretnék csinálni, az, hogy a flottánkat egy kicsit rendbe rakjuk. Ugye volt itt az egyik ilyen flottánk, ezzel csak annyit fogok csinálni, hogy összeolvasztottam az egészet egy nagy flottába, ezért még egy egyszerűbb kiválasztani belőle az összes tenger alatt járó, így van, all submarines, és akkor csináltam egy tenger alatt járó flottát és egy rendes csapásmérő flottát. A következő flottánk, ami még van, és emlékszem hol van, a Star Hawaii van, 9. A következő flottánk akkor itt lesz a Fülöp-szigeteken. Ugye Amerikának idáig vannak ilyen szigetei, meg mindenféle jóságai, ezért pöccentek be ránk a japánok. Ó, és a németek már elkezdték újra militarizálni a Rajna-vidéket, amitől nekik jó, mindenki másnak meg nem. És a spanyol civil háború, a spanyol polgárháború is kitört közben, amiben nekünk megint csak nincs beleszólásunk, mert Amerika vagyunk és nem csinálunk semmi. Ja, amúgy fontos dolog, elfelejtettem volna mondani, ez egy hardcore videósorozat lesz, ha ez nem olyan Minecraftos hardcore sorozat, de valami hasonlószerű, hogy az a lényeg, hogy be van kapcsolva, egyrészt veteránon játszok, szóval én még több mínusz kapok, ők még több pluszt, és a másik pedig az, hogy be van kapcsolva az Iron Man beállítás. Ez nem tudom, hogy mennyire jó egy videósorozatnál, de én most bekapcsoltam az Iron Man, ami azt jelenti, hogy csak egyetlen mentésem van, és az is autószív. Úgyhogy, ha valamit elbaszok, nem tudok visszavenni egy előző mentésre, majd meglátjuk. Szóval ez abszolút hardcore, nincsen csalás, nincsen visszatöltögetés, amit itt elrontok, az úgy is marad. Szóval kezdjük ott, hogy itt van egy flottán, egy darab destroyer flottilla, amit át is nevezünk. Csapásmérő 1-esnek, úgyis ez lesz az egyik fő flottánk, egy egész tisztességes mennyiségbe, ez pedig lesz tenger alatt járó. Vagy az egyben van a tenger alatt járó? Nem tudom, én most egybe írom. Szóval a tenger alatt járó egy. Ugyanis ebből van majd több is. És a tenger alatt járós parancsnokunk kap egy tenger alatt járós admirálist, ha lesz. De nincs. Úgyhogy megkapod ezt az amatőr 2-es szintű tábornokot, ti pedig kaptok valami nagyon csecse tábor nagyon. Például őt, Chester V. Nimitz-et. Így van. Mert nagyon jó skill pontjai vannak közben, az egyik kutatásunk készen van. Gyorsan tovább is ugrunk a következőre. Ezzel csak a kutatásunknak egy picit gyorsítjuk. Szóval most látjátok, a veterán nehézségi szint a miatt én alapból 10%-kal lassabban kutatok, a free trade miatt plusz 10%-kal gyorsabban,
és most kifejeztettem egy kutatásra, adott még 2% bónuszt, közben a hajóink meg gyártódnak. Az a vicc, hogy Amerika kezd egy kétfajta anyahajóval kezd, ugyanaz a hajó osztály, de az egyik az már módosított, ez a Yorktown típusú hajó, ez már mindegyik értékére van plusz egy, ami tök jó. Úgyhogy abból le is gyártunk egyet. Mert szeretjük az anyahajók nagyon erősek, és közben a National Focusunk is kész lett, ami tök jó, mert van Political Powerünk. Ez ad tüzérségre bónusz nekünk, tüzérségi kutatásokra. Ez meg support technológiákra és a kutatási fejlesztésekre. És látjátok, hogy egy csomó, például itt írja, hogy 30% world tensionnek kell lennie, ugye ez world tension. Ez a mennyire van káoszban a világ, és előbb 30%-nak kell lenni a world tensionnek ahhoz, hogy mi ezt például kikutathassuk, és ez ugyanígy igaz a gyakorlatilag a többire is. Úgyhogy még mi nem sok mindent tudunk itt csinálni, de szerintem a következő az ez lesz. Ez Redefined Monroe Doctrina. Gyakorlatilag egy kereskedelmi szerződés, hogy mindenki sokkal szívesebben fog velünk kereskedni, ami jó, mert itt dugig vagyunk nyersanyagokkal. Ja, látjátok, hogy bocsánat, hogy mindenből gyakorlatilag pluszban vagyunk, egy-két dolgot leszámítva, de az most még nem érdeke. És így majd megveszik tőlünk a cuccokat, és így több civil gyárt kapunk ahhoz, hogy tudjunk építkezni. Szóval ott tartottam ugye, hogy újra kell szerveznünk a hadseregünket. Ja, és van political powerünk, amit még mindig nem tudunk elkölteni semmire. Szóval itt van a következő flotta. Ezt is összeolvasztjuk egy nagy flottára. És csinálunk egy új flottát, úgyhogy rámegyünk a Create New Fleet-re. És All Submarines, szóval az összes tenger alatt járó. És ez lesz a csapásmérő 2-es. Ez majdnem úgy hangzik, mint ez az új Star Wars film, a Betyár, mi volt? A Zsivány 2-es. Zsivány 2-es. Hát is nevezem picsárni. Szóval ti lesztek a Zsivány 2-es, és tényleg a tenger alatt, és titeket meg külön élek, hogy legalább 50%-ban eltálljam, hogyan kell magyarul helyesen írni. Tenger alatt járó 2. Így már van két flottánk, mindenki kap egy admirálist. Ti jó lesztek ide, mert a Blockade Runner azt adja, hogy amikor visszavonulunk, akkor ők hamarabb visszavonulhatnak, könnyebben döntetek úgy, hogy visszavonulnak, és amikor visszavonulnak, akkor is 25%-kal gyorsabban vonulnak vissza, ami tenger alatt járóknál nagyon hasznos tud lenni. Ugye rá is megyünk. És a másiknál pedig inkább ez éri meg jobban, ez a Number of Ships in the First Contact, ez pedig azt jelenti, hogy az első találkozásnál, amikor két ellenséges flotta találkozik, akkor nekünk 25%-kal több hajunk találkozik egyszerre, amíg nekik nem, ami tök jó. Megint csak. És közben elkezdek szervezni két hadsereget, mondjuk ti lesztek. Csak egy nyugati és egy keleti hadszíntenet. Kezdtek a nyugati hadszíntér. Kész van egy kutatásunk, meg még egy. Kezdtek a nyugati hadszíntér. Egy nyugati tábornokkal. Douglas MacArthur. Plusz beásás, plusz kombat, vagy több katonátunk egyszer a csatába bevinni. Nekem tökéletesen megfelel. És csinálunk egy darab keleti frontot is. Az egy másik hadszín téren is. És ez pedig lesz a keleti hadszín tér. Mert miért ne?
inni. Illetve elkezdjük a kutatásokat. Hogyha készen van egy kutatásunk, ugye akkor nem kell egyből rohanni a kutatási képernyőre, vagy megállítani a játékot, mert ugye egy hónapra előre el tudjuk tárolni a kutatási pontokat, ami tök jó. És közben kimutatunk valamit, például ezt, ami még több gyártást ad nekünk. Választottam volna a másikat is, ugye ezt. Ez kevesebb gyártás ad, cserében nehezebben bombázzák a gyárainkat, de hé, Amerika vagyok, úgyse fogják lebombázni. Plusz, gondoltam, ha már vörös Amerika, akkor mi lenne akkor, hogyha lennének stratégiai bombázóink, plusz még valamilyen kis apró meglepetés, valamilyen nukleális töltetű meglepetés, valami néhány kilotonnás cukorfalat, amit rádobálhatunk az emberekre, hiszen Amerika vagyunk. És kapunk plusz kutatást az atombombára, és akkor már miért nem bombázzuk rommá az egész világot. Hallelujah, brothers and sisters. Szóval a másik még, amit akartam, hogy nekem itt a kis szigeteimen van egy csomó gyalogosom. Így shift klikkel tudom őket így kijelölgetni. És ti lesztek egy új hadsereg. Ezek lesznek majd a szigeti hadsereg. Szigetváriak. Szigetvár hadseregcsoport. És ők majd a szigeteket fogják őrizni. Ugye itt van ez a, ez maga. Ők lesznek a keleti fő hadseregcsoport. Ha tudnék írni. És akik pedig a Fülöp-szigeten vannak, ti pedig kaptok szintúgy egy külön hadsereget, mert titeket már szeretnélek feltápolni, hogyha ne adj Isten, a csúnya japánok megtámadnak a Fülöp-szigeteket, akkor valamilyen tudjak válaszolni. És ti lesztek aki érti, érti, aki nem, nem. Kész van még egy National Focusunk, amilyen mindenki sokkal jobban szeret velünk mostantól csinálni dolgokat, ugye kereskedni. Kifejlesztem ezt, mert ezzel kapunk kutatási bónuszokat, ami nekünk jól jön. Illetve még én utólag tudom, hogy még itt is van egy sunyi flottánk. Itt van egy romboló flottánk, ami tök jó tenger alatt járók ellen. Pont a Karib tengeren van, ezért ti lesztek a Karib tenger rombolói. Ők lesznek a Karib tenger rombolói, és az ő feladatuk csak annyi lesz, hogy ezt a térséget itt megtisztítsák az esetleges tenger alatt járóktól, és biztosítsák nekünk a Panama csatornát, ami érdekes módon, pont véletlenül a miénk, és Panama pedig lófasz se kap belőle. És kaptok valamilyen értelmes tábornakot. Ez nekem tökéletesen megfelel, könnyebben tudják spottolni az ellenséget, és hogyha nagy para van, akkor el tudnak menekülni. Nekem ez megteszi. Még több gyártásunk lett kész, és itt van egy darab helyőrségünk. Ti ugyanúgy keleti hadszintérhez tartoztok. És ha már Panama, akkor Jack Sparrow. Én itt jelszak a Jack Sparrow hadsereg, illetve hadosztály, mert csak egy ember védi ezt az egészet. És valami teljesen noob, senki nyugodtan ráér ezt a részt védeni. Most ha kicsit úgy tűnik, mint a kapkodnék, az azért van, mert egy kicsit kapkodom. Ugyanis ez az első rész, ez még csak itt ugye össze kell így szervezni a dolgokat, mert mit tudom én mi. Ez még nem annyira érdekes, mint ezzel csak több nyersanyagot kapunk. Ez még nem ez a legfontosabb rész. What? A kurva anyuka.
Minus political power-t kapom? Miért? Azt a rohadt életbe. Ilyet se láttam még. Hú, ez új! Mit csinálok? Mi történik? Azt a rohadt élet. El is felejtettem, hogyha hardcore-ban vagy, akkor nem kapsz annyi political power. Mi? Au. Hát jó. Mert az a baj, hogy arra várok, hogy arra vártam volna, hogy összegyűjön 150 political power-ünk, azért, hogy be tudjak rakni egy kommunista politikust, aki elkezdhetjük Amerika kommunizálását, szabad így fogalmaznom. Viszont legalább a hadseregeket nagyjából megszerveztem. Gyorsan kiosztogatok tábornokokat, hogy így jó legyen mindenkinek. Nem muszáj a legjobb tábornokoknak lennie, mert ez majd úgyis úgy fog kialakulni, hogy hova küldöm majd a jobb tábornokokat, hogy hol lesznek a nagyobb harcok. De a Fülöp-szigeteki transvestiták azok nyugodtan kaphatnak egy jobbat, mert ott tuti nagy harc lesz. És nagyjából ennyi az helyzet. Minden kutatásunk megvan. Felpörgetjük megint az időt. A 11. olimpiai játékok, amit a németek nyertek meg, sok-sok-sok mindenbe. Én erre nem sem emlékeztem. Igen, már rég játszottam hardcore Hearts of Iron 4-et. Ugye ilyenkor gyakorlatilag mindenre minusz kapsz. Minusz kutatás, minusz political power, minusz minden. Na, szóval most, hogy ez megvan, kaptam kutatási bónuszokat, és most nem fogok semmit se berakni, mert különben nem kapnék elég political power-t, helyette hagyom hadd nőjenek, ami iszonyat sok idő lesz. Blah. De lassan, de biztos azért meg fog jönni így a hasznunk. És amondó vagyok, hogy legyártunk néhány könnyű cirkálót is, mondjuk egy 10 darabot, nem miért ne. Közben folyamatosan gyártjuk a dolgokat. Ugye National Focus most nem kell, mert ugye minden egyes National Focusnak a kvázi haladása előre, idézőjelbe, ugye az egy political powerbe kerül. Na most a hardcore-ban kevesebb political power-t kapsz, ezért hogyha nekiállsz például National Focus-okat csinálni, akkor nem fog gyűjni a politikai ponton. Szóval nehezebben tudsz majd országokat befolyásolni, és választanod kell, hogy inkább National Focus választasz, vagy inkább valamilyen politikai erő, ami megnehezíti bőven az erődet. Na, 1936-os választások. Választhatunk gyakorlatilag két dolog között, ami általában mindig így van Amerikában, a valóságban is. Választhatunk, hogy demokratákat vagy republikánusokat választunk meg. Ugye az a lényeg, hogy ha demokratákat szavazunk meg, akkor ők kicsit békésebbek, ha republikánusokat, akkor az meg mindig egy kicsit agresszívabb megközelítés. Ha demokratákat választjuk, akkor az infrastruktúra építés, szóval az úthálózat építés, az plusz 20%, és kapunk plusz 10% National Unity, ugye ami a nemzeti összetartó erő. Pedig a republikánusokat választjuk, akkor pedig a kutatásunk az iparágok terén minusz 10%-a könnyebb lesz, és sokkal jobban védettek leszünk a külső befolyásokkal szemben. Én mondom, hogy én nem akarom megvédeni magamat a külső befolyásokkal szemben, mert nagyon szeretném például, ha a szovjetek, ne adj Isten, véletlenül elkezdenének minket tápolni, hogy még kommunistábbak legyünk, ha ez nem megtörténne, de én minden esetre a demokratákat választom, ez így belefér, és legalább kaptam plusz 10% National Unity-t, ami a mi esetünkben teljesen lényegtelen. Mert ugye ez azt jelenti, hogy mekkora területet kell elfoglalni az ellenségnek, ahhoz, hogy minket megadásra kényszerítsenek. Most a mi nemzeti összefogásunk, ugye National Unity 70%, az azt jelenti, hogy a területeink 70%, amíg a területeink
kvázi nagyjából a területünk 70%-a miénk, addig nem tudnak legyőzni minket. Na most amondolják, hogy ha már Amerikának a 30%-át elveszítjük, akkor már szarul csinálunk valamit, és akkor már teljesen lényegtelen. Etiópiát, mert ugye Olaszország és Etiópia, Etiópia, háborúban állnak már a játék elejétől fogva, nagy nehezen Olaszország legyőzte őket, valami. Sikerült neki. És vannak B-17-es bombázóink, ami az első stratégiai bombázó, ami mellé majd fogunk B-35 Lightningokat, szóval ilyen nehéz vadászokat is gyártani. De nem most, előbb kéne még valamit mutatnunk, például olyat, amire van bónuszunk, például egy Military Police vagy Engineer Brigade, ez tök jó lenne. De lehet, hogy előtte kigutatjuk a teherautókat. Mert teherautók nélkül mit érünk mi. És kigutatjuk, jó legyen a P-38 Lightning, és még valamit innen is, mert ugye erre is kaptunk bónuszt. Ez ugye 38-as tech, és még csak 36 van, úgyhogy abból még nem kutatunk semmit. Nem sokára elkezdjük majd az atomkutatást is, mert mondom, szeretnék falloutozni, úgyhogy mindenre atombombát dobni, pont ezt a kis gombafelhőt. És ahhoz az kell, hogy minél előbb elkezdjük őket. Igaz, most is például látjátok, hogy nagyon nagy minuszokat kapunk rá, hogyha most elkezdjük kutatni, de még azért így is sokkal előrébb ki tudnánk kutatni őket, mint az előtt. Hogyha elkezdem 40-ben. De nézzük, hogy például van rádiónk, vagy ilyenünk is. A rádióra nincsen mínuszunk, és így csak 52 nap, mert van rá egy 50%-os bónuszunk, és ne sem fogsz, mindig nem kell. Szóval ez így kapunk mínuszokat, meg pluszokat, és ez szerint próbálom mindig a legészszerűbbet kiválasztani. Így a dolgok közül. Mondhatnám, hogy gyártanék katonákat, csak sajnos nem nagyon tudok. Amúgy ennyi az össz alap hadosztály típusunk, amiket tudok gyártani így az elején. Van az alap infantry. De amúgy most nézem valami ilyen alacsony az FPS-em. Valószínűleg azért, mert speed 5-ön nyomom a játékot. Igen. Leesett amúgy az FPS-em 14-re, úgyhogy speed 5-ön nyomtam. De majd mindjárt visszaveszem, mert most amikor egy helyben állunk és csak várunk, hogy az óra ketyegjen, az nem igényel tőlünk 60 FPS-t. Szóval van ez a négyfajta alapunk, van egy egész tisztességes lovas hadosztályunk, egy ilyen Garrison Brigade, ami 3 ember plusz egy Engineer Company, szóval ők csak tényleg helyőrség. Van egy National Guard, ami egy ugye a nemzeti gárda, ők egy elég tisztességes emberi mennyiséggel rendelkező hadosztály, és van a sima infantry squad, ami nagyon vicces, mert ugyanaz, mint a nemzeti gárda, csak a nemzeti gárdában még többen van. Szóval a nemzeti gárda erősebb, mint a sima gyalogos hadosztályunk. De hát fél, ez így van, engem nem zavar, majd még kialakítjuk a dolgokat, hogyan és mint legyenek. Közben végre összegyűlt annyi politikai pontunk, hogy elkezdhessük a vörös hajnal megteremtését, amihez azt fogjuk választani, hogy kiválasztjuk az első Communist Revolutionert, ez a Earl Browder, aki ad napi 0,10% kommunista támogatottságot Amerikában, ami jelenleg elég alacsony. Communism on the rise, egyből kapunk is egy ilyen felugró ablakot, hogy a kommunizmus feljebb van, ami gyakorlatilag az, hogy így leírja egy ilyen kis képzeletbeli történelmi eseményt, hogy a népek ugye lázadoznak, hogy ők is akarnak kommunizmus, meg mit tudom én mi, meg hogy a demokrácia nem működik annyira. És így gyakorlatilag gőzöm sincs, hogy melyik mit csinál. Az egyik az, hogy egy belső puccsot könnyebben tud végrehajtani, másik pedig az, hogy sokkal
népszerűbben nő a támogatottsága a kommunista felkelésnek. Én amondom, hogy az alsót választom, mert ez úgy értelmesebben hangzik, hogy az emberek mozgás terét az embereknek kell megválasztania. Ez a nagyon kommunistásan hangzik, nagyon vörösösen. Úgyhogy amondó vagyok, hogy Roosevelt nem sokára elmészok. Right. És vannak kutatásaink is. Kicsit túlságos előre haladtunk. Legyek radar stationjeink, mert az mindig biznisz. És legyen még valamilyen kutatásunk. Az egyik ilyet kikutatjuk, mert miért ne. És most már végre elkezdhetünk dolgokat csinálni itt is. Méghozzá ezzel kapunk még egy kis extra kutatási bónuszokat, méghozzá a tüzérségre egészen pontosan. Még egy kicsit tovább pörgetjük az időt, csak hogy tovább haladhassunk a Vörös Amerika felé. És látjátok, szépen lassan nő a kommunista támogatottság az országban, ezek nagyon örülünk. És azt mondják, hogy nem gyártunk valamit. Ez a CV Naval Bomber, az a tenger, mi az? Az a repülőgép hordozókra. Most gondolkozom megint a fogalmakon, ugye egyszer már rájöttem, hogy a repülőgép hordozó és az anyahajó nem ugyanaz, de ha jól emlékszem, ugye a hivatalos megnevezés ezeknek a hajóknak az a repülőgép hordozó. És szóval ahhoz nem gyártunk elegendő mennyiségű hajó, vagy ilyen repülő. Talán el is kezdhetném. Méghozzá nem is találom melyiket. De jó. De hát ilyet gyártunk. Nekem ez kezd a Carrier Cass 1. Ezek gyakorlatilag a repülőgép hordozóknak a bombázó variánsai. És tök jó repülőkkel kezdünk amúgy alapjáraton. Van még egy kutatásunk, amivel frissen gondolkozom, hogy elkezdjem a kutatás az atombomba fele. Mert miért ne? Ez a kutatás készen lesz 1085 nap múlva, azt jelenti, hogy 3 év múlva. Ez azt jelenti, hogy 1940-re lesz kész, de ahogy közeledünk 1940 fele, ugye 1940-estek, úgy csökken a mínusz, ami a kutatási mínuszra, ezért lehet, hogy még akár 1940 előtt, szóval akár 39-ben is ki tudjuk kutatni ezt. Úgyhogy amondom, hogy én ezt a kutatási szlotot kijelölöm a Nemzeti Atomkutatási Fejlesztés Minisztériumának, a fő középponti választóbizottságának. Szóval itt csak atombombákat fogunk kutatni, mert az atombombák elhozzák a világ végét. Ez a paradox, a mai világ paradoxa, hogy az atombombák elhozták a világ végét. Aztán majd elhozzák a világ végét. Világbéke. Mégis majdnem ugyanaz. Szóval készen van egy National Focusunk, és hagyjuk egy kicsit, hagyjuk a politikai pontjaink. Közben készen van irdatlan sok kutatásunk. 1937 van, és nincsen egy deka különleges erőnk se, úgyhogy a tengeri gyalogosokat elkezdjük kikutatni, plusz a katonai rendőrséget is, mert miért ne, plusz tankok esetleg, vagy tüzérség, mert arra van bónuszunk, mégpedig 47 nap, ugyanannyi idő kikutatni az összesen. Amelia Earhart, Circumnavigates Globe. Szép szó, ugye Amelia Earhart megpróbálja körberepülni a világot, sőt, nem csak megpróbálta, hanem meg is csinálta. Néha eltűnik, néha nem. Most ebben az esetben sikerült neki, úgyhogy
nyugtázunk, és nagyon, nagyon boldogok vagyunk. És amit fogunk csinálni, az, hogy kigutatjuk az első szintű antitank fegyvereinket, ami 38-a. A Szovjetunió pedig elkezdi a nagy tisztogatást a sorai között, hogy ne legyen semmiféle belső ellentét. És még egy kicsit tovább pörgetjük a dolgokat. Közben a japánok pedig csinálnak egy kamu ürügyet, ez a Marco Polo Bridge incident, azért, hogy háborút kezdhessenek a kínaiakkal. Ez minket hidegen hagy, mert mi csak a kommunizmust dicső fényét próbáljuk terjeszteni az országunkban, ami már 16%-os. Viszont azt hiszem, most itt egy picit pauzolunk, ugyanis ez így első epizódnak szerintem tökéletesen megfelel. Lefektettük az alapokat, miket fogunk csinálni. Lefektettük azt, hogy mi kommunisták leszünk, mi harcolni fogunk keletre, illetve felszabadítjuk a munkásokat keletre, illetve nekünk ez nyugatra, de nekik keletre, és keletre is, ami nekik nyugatra, is felszabadítjuk a munkásokat a szovjet testvérekkel. Úgyhogy remélem tetszett a videó, ha tetszett, akkor iratkozz fel, csatlakozz a kicsit egyre gyarapodó kis közösségünkhöz, és próbálom fenntartani az érdeklődés meg a videók mennyiségét, de sajnos én csak emberből vagyok és dolgozni kell, úgyhogy nem ígérek semmit, de próbálom, mert ez a sorozat most nagyon tetszik. Úgyhogy ha tetszett nektek is, akkor meg lájkoljátok, meg írjátok le a kommentekbe. Köszi szépen, hogy néztetek, sziasztok!